Sziasztok! Sziasztok! Ez az első ilyen igazi külön kérdezfelelek videónk, és sokat gondolkoztunk, hogy csináljunk ilyet, de aztán, hogy tegnap kiírtuk, hogy kérdezzetek, láttuk, hogy iszonyatosan szeretnétek ilyet. Majdnem 3000 komment jött. Szerintem ha kezdjük is el akkor a válaszolást, ne húzzuk az időt, hanem nyomjuk. De az első kérdés, csináltok egyszer úgy paródiát, hogy egymás ruháiban vagytok? Nagyon durva, 1300 like érkezett csak erre a kommentre, szóval meglepődtünk, hogy ennyire érdekelt titeket. Nézd, hát nézzétek meg, hogy nézne az ki. Nos, nem fogjátok elhinni, mi is most láttuk először magunkat most így életünkben. Nagyon hülyén nézünk ki. Szerintem egyébként, ahogy is megnéztük, főleg én nézek ki hülyén. Mint egy terrorista. Nos, valószínűleg ti is azt gondoljátok, amit mi is, hogy valami hihetetlenül rosszul nézek ki Pista ruhájában, úgyhogy tényleg sokat gondolkozunk, hogy egyáltalán beletegyük-e a videóba. De úgy döntöttünk, hogy annyira vicces, hogy igen. Viszont ígérem nektek, hogy normálisan nézek ki a jelmezek nélkül, egyszerűen nekem előnytelen Pista ruhája. Úgyhogy tényleg ne a szemeteknek higgyetek, hanem nekem. Nem így nézek ki valójában. Csak paródiában nem leszünk, de így most megnézhetitek. Csodálatos. És szerintem jó ötlet, hogy nem cserélünk. Pontosan, na menjünk vissza. Hú. Na, maradjunk ennél hagyományosan. Igen, nagyon furcsa volt. Mi lesz, ha 10-20 év múlva befutott youtuberek lesztek, de a kabát nem fog tartani 10-20 évig? Akkor már felfeditek magatokat, vagy átértek egy másik stílusra? Igen, nehéz kérdés, és nagyon sokan kérdeznek a kabátokkal kapcsolatban, mi lesz, ha elszakad, mi lesz, ha izé. Na most alapból mostanában nem tervezzük levenni a kabátokat, ha elszakadna vagy ilyesmi, akkor megpróbálnánk szerezni egy másikat. Sőt, ez egy jó alkalom szerintem arra, hogy szóljunk nektek, hogyha véletlen nektek van otthon egy ilyen kabátotok otthon, akkor írjatok egy e-mailt, és valahogy megoldjuk, hogy odaadhatnátok nekünk. Igen, és akkor már megnyugodhatunk. Igen, mert félünk, hogy baj lesz. Az enyémből van még egy. Az 500 ezer feliratkozónál le fogjuk-e venni a jelmezünket, vagy mi lesz? Nem tervezzük levenni. Igazából amiatt találtuk ki ezt az egészet, hogy a magánéletünk megmaradjon, és tudjunk nyugodtan sétálgatni az utcán. Szóval szerintem ez most egy ideig maradni fog. Amikor meg más youtuberekkel így, akiknek ismeritek az arcát, így sétálgattunk, láttuk, hogy mindenki így az utcán egy kicsit úgy nézi őket, meg így összeszólnak mögöttem, és suttognak. És nekünk tök kicsit jó. Zavaró. Kicsit zavaró tud lenni, vagy nekünk legalábbis biztosan, de nekünk ez tök jó így, hogy el tudjuk különíteni, és amikor kabátban vagyunk és odajöttök, azt meg nagyon szeretjük, szóval ne azt higgyétek, hogy nem akarunk veletek találkozni, csak így jó elválasztani. Van egy olyan kérdés is, hogy felismernek-e minket kabát nélkül, és nagyon ritkán, főleg egyébként Bélát, mert neked olyan hangod, ilyen mozikban, vagy ilyen gyorséttermeknél, amikor kérünk. Szóval, hogyha véletlen felismernétek csak hangból minket, vagy kabát nélkül, nyugodtan gyertek oda, annak is tökre örülünk. Milyen belföldi-külföldi youtubereket néztek? Hú, sokat nézünk szerintem. Így belföldiekből nem mondanék egyet sem, mert ha valakit véletlen kihagyunk, akkor ott egy megsértődés van. Külföldiekből a Corridor Digitalt nagyon szeretjük. De mostanában, akire egyébként rá van kattam a cirka az összes magyar youtuber, az Casey Neistat, aki napi vlogot csinál, és aki tud angolul, annak mindenképpen ajánljuk. Nagyon érdekes. Mi motivál még most is benneteket? Na, ez egy jó kérdés. Igazából talán egyre jobban motiválódunk, azt gondolnám. Tehát mondjuk egy pár évvel ezelőtthöz képest sokkal motiváltabbak vagyunk, mert sokkal több dolgot kapunk cserébe vissza. Csomó olyan lehetőséget kapunk, amit amúgy nem kapnánk, hogyha nem lenne ez a videózás. Sőt, szinte az egész életünk most már egyébként ezen keresztül alakult. Tehát bármi, ami érdekes vagy jó történik velünk, annak valami köze van ehhez a csatornához. Őrülten jó. Én is azért vagyok ilyen néma, mert itt gondolkodom. Amikor élőben találkozunk veletek, akkor érezzük igazán, hogy amikor mondjátok, amennyit nevettek, meg hogy mennyire szeretitek a videókat, az jó érzés. Akkor lehet igazából ezt nem lehet megunni. Igen. Ja. Nyáron, amikor vesztek fel egy videót, nem sültök meg ebben a szedben? Bántatok már valaha is, hogy ilyen ruhába kezdtetek el videózni? De nyáron nagyon gyakran megsülünk benne. És valamilyen szinten én már bántam, igen, szóval abszolút bántam már, hogy ebben kezdtük el a videózást. Nagyon sok előnye van ennek a ruhának, például nagyon messziről meg lehet ismerni, az, hogy mindig pont ugyanúgy nézünk ki. Igen, nem kell azzal törődni, hogy milyen ruhát veszünk fel melyik részhez, tehát mindig ugyanez van rajtunk, tehát rengeteg előnye van, de rengeteg hátránya is van. Hogyha újra kezdhetnénk a videózást, akkor is szeretnék én most valamilyen rejtek ruhát, de nem kabát lenne az, szerintem. Te mit döntenél? Kabát azért jó, mert nagyon jellegzetes. Szóval, hogyha csak egy szemüveg lenne, az sokkal ilyen gagyibb lenne valahogy. Egy szemüveg nem elég, valami még szóval kell. Lehetne egy ilyen egész felsőtestet takaró, ilyen poncsószerű dolog, de az olyan fura lenne. Mondjuk a kabát is elég fura.
De egyébként tökre örülünk, hogy azt veszük észre, hogy nem annyira zavar senkit sem, hogy kabátban vagyunk. Szóval mostanában voltunk relatív sokat tévében, még élőadásban is, a fókuszban, és senki nem mondott egy rossz szót sem abban, hogy kabátban meg napszemüvegben vagyunk. Igen, egészen meglepődnétek, hogy elfogadják, és remélhetőleg Magyarországon már sok helyen ismernek minket, és ezért könnyebb, de például a Ryan Reynolds-es interjú nálad külföldön is, hát egy mosolyt eleresztettek, amikor felvettik a kabátokat, de aztán igazából nem zavart senki, teljesen elfogadták. Előre szóltunk nekik, hogy lehetünk kabátban az interjú alatt, és mondták, hogy persze, miért ne. Amikor kicsik voltatok, sokat verekedtetek egymással, vagy jó testvéri viszonyban voltatok? Na igen, alapból szerintem sokan nem tudjátok, hogy mi testvérek vagyunk. Igen, nem hasonlítunk nagyon, így elsőre. Egyáltalán nem. De testvérek vagyunk, teljesen rendesen. És nem verekedtünk. Igazából elég nagy korkülönbség van köztünk, igen, szóval szerintem ez az oka. Simán megvertem volna. Valószínűleg. Most már megváltoztak szerencsére ezek a helyzetek. De nem volt soha. Még mai napig is alig veszekszünk. Igen, szerintem elég jó testvérek voltunk mindig, és most meg ez a videózás segít talán, hogy még tovább azok maradjunk. Igen. Nagyon szeretünk így együtt dolgozni, együtt ötletelni, együtt forgatni. És tényleg mai napig nincsenek konfliktusaink nagyon. Ja. Van-e rendes munkánk valami ezen kívül, és ha van, akkor mi az? Nos, jó kérdés, de akkor válaszolj először te, mert szerintem az lesz az egyszerűbb. Először, igen, én tanuló vagyok, még egyetemista, egy ilyen filmes egyetemen tanulgatok, szóval ez érdekel nagyon. Nekem van munkám, látványterveket, meg ilyesmiket csinálok, ilyen építészeti látványtervek, belső építészet, meg ehhez hasonló. Szeretem azt is, de mindenképpen szeretnék a videózással foglalkozni, és azon belül meg pláne ezzel a csatornával. Tényleg ezen dolgozunk, hogyha Pista befejezi az egyetemet, és én is meg tudnám oldani, hogy ezzel foglalkozzak csak, tehát mindketten csak a Pankutya csatornával foglalkoznánk, akkor hát az lenne az álmunk. Úgyhogy ezt próbáljuk most elérni. Van is egy ilyen kérdés egyébként, hogy mi a tervünk nyárra, meg egy hosszú távon miket tervezünk. Szóval szerintem elmondhatjuk, hogy erre az évre az a tervünk, hogy csak ezzel foglalkozhassunk. Igen. Egyébként ez egy ilyen nagyon ilyen rejtélyes téma, senki sem tudja, hogy a YouTube-ból mennyi pénzt lehet keresni. Erről lehet egy külön videót is. Szerintem egy külön videót, szeretnék majd egyszer. Mi csinálunk, kommentbe írjátok le, hogy érdekel titeket, hogy ez a téma, de hogy sokan azt hiszik, hogy itt ilyen milliómosok lettünk ebből. Sajnos most próbálunk csak egyáltalán ketten megélni ebből, hogy csak ezt tudjuk csinálni, meglátjuk, mi lesz. Igen, és akkor ha ezt elérnénk, akkor remélhetőleg tényleg több videó lenne, úgy, hogy mindegyik jó lenne. Tehát azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy sok videó legyen, de sokkal bénábbak, mint a eddigiek. Igen, a paródiát nem lehet jobban besírítani, de mellette van időnk mással foglalkozni, mert a paródiát azt nem lehet siettetni, vagy nem tudom. De közte tudunk csinálni mást, úgyhogy azért vannak most ezek a részek, meg a Pankutya kalandok természetesen. A Pankutya kalandokat nagyon szeretjük. Igen. Még csak 4 része van, de annyira jó élményeket szereztünk, hogy azt mindenféleképpen folytatni fogjuk, és látjuk, hogy nektek is tetszik. Az arra büszkék vagyunk, hogy ezt így megpróbálunk minél különlegesebb, minél érdekesebb dolgokat összehozni. Igazából nincs is nagyon koncepció, hogy mi lesz a következő kaland, meg ilyesmi, hanem különleges, vagy nagyon látványos, vagy tényleg nehezen elérhető dolgokat próbálunk nektek bemutatni. Reméljük, sikerül majd. És nagyon sokan írtok e-mailt, hogy segítenétek nekünk, hogy van egy paintball pályátok, van egy lézerharc pályátok, meg egy csomó tök király dolog, szóval ezt is nagyon köszönjük. Így van, sorra fognak kerülni. Pont a múlt héten jött ki az egyik talán kedvenc kalandunk, amikor egy szélcsatornában repkedtünk, és valami kicsit szomorúak vagyunk, mert valahogy megszivatott minket a YouTube, és az első nap nagyon sokan megnéztétek, nagyon sokan szerettétek, és második napra pedig eltűnt valahogy. Igen. És senki nem találta meg. Már azért meg lehet találni egyébként, szóval nem annyira tűnt el, csak igen, valahogy visszaesett a nézettség tizedénél is kevesebb. Igen, és általában ilyen nem szokott lenni, szóval ha véletlen ti még nem láttátok, akkor ide kattintsatok, itt elvileg ki fog jönni egy ilyen dolog. Nézzétek meg, szerintünk vicces. Engem az érdekelne, hogy van Pam, és nem szeretnétek-e majd egy videót, amiben ő is szerepelhet, hanem is paródiát, de valami kis külön videót. Igen. Erre rátapintottál. Megígértük nektek, hogy ha a magyar válogatott kijut az EB-re, akkor csinálunk még egy foci EB részt. És hát kijutottunk, nem tudjuk, hogy sikerült, de kint vagyunk. Megcsináljuk a foci EB 2-t. Így van, benne igen lesz Pama. Megpróbáljuk, hogy olyan hangulatú legyen, mint a foci EB 1, és ha így visszahozza egy kicsit a régi idők Pankutya részeit. Hát én semmit nem vártam tőled, Béla, de mégis csalódtam. Igen, és a Play-ten egyszer volt egy ilyen beszélgetés velünk, és mondtuk, hogy tervezzünk egy foci EB 2-t, és elkezdtetek tapsolni. Nem hittünk a szemünknek és semminek. És hogyha kijutunk most, akkor csinálunk még egy foci EB-et. Úgyhogy lesz majd megint egy focis rész. Ez a reakciónk. Na, azt hiszem, hogy ez elég nagy sikernek örvend. Szóval úgy látszik, hogy nagyon várjátok, és meg fogjuk csinálni. Viszont egyébként észrevehetétek, hogy Pama kevesebbet szerepel mostanában a videókban, mivel nagyon nehéz vele forgatni. Teljesen jól van, él, otthon pihen, mert sokan már féltettétek. Tényleg jól van, csak próbáljuk a minőséget emelni mindig, és Pammal egyszerűen nem lehet. Nehéz vele.
Úgyhogy bocsássátok meg, hogy kevesebbet van. Nos, rengeteg kérdést küldtetek még, ugye majdnem 3000-et, és nagyon sok jó kérdés jött most. Meg is lepődtünk, hogy milyen jókat kérdeztetek, úgyhogy szerintem lesz még ilyen kérdés. Igen, és akinek most nem volt benne a kérdése, ne aggódjon, mert ugyanazokból fogunk válogatni. Igen, kérdezzünk újra. Most még nem kell kérdezni, igen. Szóval nagyon sok jó volt. Úgyhogy nagyon köszönjük a kérdéseket, lesz még ilyen. Igen, nem még tetszett nektek ez. És akkor készüljetek. Ez nekünk új. Igen. Sziasztok. Sziasztok.